Ideális labdarúgóidőben nagy iramban kezdett mindkét csapat. Jó. Rúzsa, legurítás a tövis hátié. Előreívelés. Kihozzák a védők. Berobban Lassóber. Szabó. Bánfi. Páris. Beível. Zubor. Elmegy a kapu előtt. Bánfi bedobás. Közben Párist lerántják. Kemény meccs lesz. Szabó László rúgja a szabadrúgást. Zubor megelőzi a kapust. Vezetünk. Jobboldali építők támadás. A beadást Rózsa kivágja. Ismétlés. Átszáll a túloldalra. Ügyes gurigázás. Bírói sipszó. Építők szabadrugás. Tövisháti Tamás szépen fogja. Tövisháti Dávid. Bedobás a Szabóé. Kiugratás Zubornak. A lövés elmegy a kapu előtt. Hosszú építők előrevágás. Király bele tudsz pöckölni. Egy beadás. Bánfi kivágja. Lassóber ismétli. A védők kivágják. Rózsa. Bánfi. Bakonyi. Párizs. Szabó. Tisztáznak a védők. Rózsa. Párizs. Szabó. Szépen fordul le. Bánfi. Szabó. Lassóber. Zubor. Mellé. Ez szép volt. Szatszöglet jobbról. Kiüti a kapus. Kapus támadás. Rózsa. Párizs. Szabó. Nagyszerű kiugratás Zubornak. Kivetődik a kapus. Tövisháti. Zubor. Megpróbálja megszerezni. Szép mentés. Lassóber. Zubor. Les. Tövisháti. Zubor. Néhány csel. Ez kemény volt. Párizs a földön. Vége az első félidőnek. Tövisháti. Lassóber. Zubor. Kiugratási kísérlet Balázsnak. Zubor maga indul. Elgázolják. Balázs le, Zámbori be. Szöglet balról. Kiejti a kapus. Kapus támadás. Jobb oldalon fut az építők támadás. Átkerül balra. Egy lövés. Fogja Tövisháti. Tövisháti kirúgás. Visszafejelik. Király.
Lassóber. És most tessék jól figyelni. Egy ember viszi át a labdát a teljes védelmünkön. Végül megfogja Tövisháti. Zambori. Beleüt a kapus. Zubor. A felső lécről kijön. Megelőzik Szabót. Zambori ismét. Zubor lesen. Építők akció a jobb oldalon. Jó a legurítás. Fölé vágja a csatár. Ez szép volt. Zambori. Bakonyi. Zuborral kényszerítő. Les. Kár érte. Építők bedobás. Úgy tűnik, védelmünk megint csak figyelője az eseményeknek. Bevágják. Egyenlítettek. Bakonyi. Zambori. Egy csel. Beadás. Látványos Zubor mozdulat. A kapusé. Meghúzódott egy építők játékos. Ezt elengedték. Jól jön ki Tövisháti. Lassóber. Bánfi. Megszerzi az ellenfél. Mondakozó akció. Bánfi tisztáz. Párizs. Lassóber. Zambori elől felszedi a kapus. Gyors kidobás. Lassóber visszaszerzi. Zuborhoz. Ezt elkapkodta. Rózsa. Lassóber. Jó. Az ellenfélé. Megint nem sikerült semlegesíteni a csatárt. Mellé pörget. Második sárga, majd piros Lassóbernek. Bánfi. Zambori. Zubor. Kifele jön. Szabó rálövi. Fogja a kapus. Dezső. Párizs labdát veszt. Megindul az építők. Egy beadás, egy fejes, felsőlec. Tövisháti kirúgás. Visszafejeli a védelem. Továbbra is építők lábakon a labda. Begurítás. Bánfi az utolsó utáni pillanatban ment. Hosszú előreadás. Zubor! Kiugratja Zamborit. Kivetődik a kapus, és fogja. Lefújja a bíró a találkozót. Hajtós jó mérkőzés volt. Talán egy picit felénk billent a pálya a játékképe alapján. Sajnálom, hogy nem nyertünk. Mi volt az oka? Ilyen, hogy nem rúgtuk be a helyzeteinket. Második félidőben 100%-os zicsereink voltak, 3 vagy 4, még több. Kapufát rúgtunk, nem volt szerencsénk. A második félidőben nagyon kiengedtünk. Elhittük fejbe, hogy nyertünk. Miért történik ez? Szerintem szellemileg a csapat nem volt úgy toppon fizikailag, bírtuk, amennyire tudtuk. Elég jól visszazártunk az első félidőbe is, másodikba már nem annyira. Az első fél időben egy egyéni hiba okozta azt, hogy sajnos kaptunk egy gólt. Futottunk az eredmény után, a szünetben átálltunk más szerkezetre, átálltunk két csatáros játékra. Ez úgy néz ki, be is jött ez a húzás, és a játék összképe alapján nyerhettünk volna, helyzeteink alapján meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Közelebb álltunk a győzelemhez.
Igazságos döntetlen született. Én azt gondolom, hogy az első fél időben megnyerhettük volna a mérkőzést. Második fél időben el kell ismernem, hogy az ellenfélnek több helyzete volt. Ehhez mindenféleképpen az hozzájárult, hogy a középpályánk az eltűnt, tehát nem is értettem, hogy nem is értem még most sem, hogy mi volt a játékosok fejében, hogy milyen új feladattal küldtem ki őket a fél időben, mert semmi újat nem kaptak, néhány hiányosságra hívtam fel a figyelmet. Hát ennyi, hát az amatőrizmus az ilyen, tehát nem tudjuk kontrollálni, hogy ki mikor érzi megnyertnek a mérkőzést. Egy profi játékos 90 percig hajt, még akkor is, hogyha az ellenfél 5-0 vezet, itt már 1-0 azt hiszi, hogy megnyert a mérkőzést, és hát ez így van rendjén szerintem.